Két nap a család körül. Ezzel a szlogennel csatlakozik én már 17. alkalommal Székesfehérvár a Nemzetközi Babaordozóhéthez. Héthez. Október 18-án és 19-én a Gárdanyi Géza művelődési ház és könyvtárban a testvérféltékenységtől a szülés utáni regenerációnát a munkába visszatérő édesanyák felkészüléséről is szó lesz ilyenkor a családokat várjuk két napig interaktív szórakoztató előadásokkal. A családoknak lehetőségük van különböző szolgáltatásokat igénybe venni, például van szoptatási tanácsadás, van van vannak különböző kezelések az édesanyáknak, illetve a hordozási tanácsadás, próbahordozás, ahol a Baba Klubnak a tanácsadói rendelkezésre állnak. Ilyenkor eszközöket próbálhatnak ki, megnézhetik, hogy mi az, ami számukra megfelelő a babájuknak, illetve esetleg már várandósan is pocakötésre kerülhet sor. Ságiné Szabó Viktória, a Székesfehérvári Baba elnöke kiemelte, az esemény első és legfontosabb célja a babahordozás és a kötődő nevelés népszerűsítése. Mindenképpen célunk egy elfogadó, szerető közeget nyújtani az anyukáknak, segítséget nyújtani bármilyen kérdésbe. Rengeteg szakembert bevonunk ilyenkor a rendezvénybe, és ingyenesen tudnak tőlük tanácsot adni. És a másik nagyon fontos célunk, hogy a kisgyereknevelés a soha nem csak az anyukák feladata, hanem az egész családé. Hogy erre a rendezvényre látogassanak ki az apukák, vagy akár a nagyszülők, a kisebb nagyobb testvérek is a családdal együtt, és közösen vegyenek részt a programjainkon. A kétnapos programom, minden résztvevő megtalálhatja a számára a legérdekesebbet. Többek között lesz ringató foglalkozás, de téma lesz a család testi lelki egészsége, valamint a gyermeknevelés és a szülés, illetve az érdeklődőket kézműves vásárral is várják.